Hú emberben gazdag, szép estét kívánok mindenkinek, főleg a hello. hallgatóknak. És Krisztiánnak! Yeah. Hello Fifika, helló hallgatók! Hú! Nem tudom, otthon milyen idő van, nekem azt kommunikálták, hogy ma tavasz van Magyarországon. Nagyon tavaszias volt ma, igen. Ma egészen elmúlt az a hideg, ami tegnap-tegnap előtt volt, olvadásnak indult az a minimális kis valami is, ami, ami itt esett. A, a hétvégén, meg a hét elején, és tényleg ilyen nagyon kellemes kis tavaszias volt. Hú, ehhez képest én hétfőn jöttem ki, és uh, hétfő mínusz húsz. Tehát így azért tudod, így gőzöltem, és így ráfagyott a bajszomra a cucc. Az nagyon durva volt. Viszont gyönyörű napsütés, tiszta fel, felhőtlen ég érted, és uh, hihetetlen módon élveztem így a, az utat, főleg itt a hegyek közt. És uh, ugye parasz gyerek lévén én nem nagyon használtam még. hogy kell ezt mondani, Krisztián? Vaze? Vagy, ki, vagy hát ki hogy mondja. Véz? Vagy, vagy mi? Tehát nehogy én úgy erők, már nehogy úgy érök, mint az épp ne, Szerintem ezzel nem tudsz mellé nyúlni, mert mondom, én mind a kettőt rendszeresen hallom minden is, onnan is. Úgyhogy. Ami neked szimpatikusabb. Vúz, vagy mi legyen, na mindegy. Vú, vúz a véz, az a, semmiképp. Véz akkor az maradjunk meg. a vésznek. Jöttem, és most először Romániába kipróbáltam a vészt. Tehát így azért ózkodott az ember tőle. Főleg a pestiek mondogatták, hogy fú, kurva jó, kurva jó, meg évekkel ezelőtt, amikor még megjelent, akkor néztem rá egy pár szó. Egyébként Google térkép, vagy Go, de hát nyilván az Ájgó az annyira nem uh, kóser Romániába. És akkor uh, uh, ez nem azt jelenti, hogy, hogy rossz, jó, marha jó az Ájgó, csak uh, mondjuk szintű navigációt uh, elég uh, keveset tud a, a román településeken. És akkor így, hát no, akkor jó, akkor jövök, vézze, és jövök, jövök, jövök az autópályán, megálltam tankolni, és egyszer csak így becsippan a, a véz, és tudod a kapcsolt fel a fényszóródat. Mondom, mi van, basz meg? hát ezt honnan a kurva néni tudod, hogy, és tudod, így ránézel a fényszóró kapcsológombra, és pakker tényleg nincs fő kapcsoló. Tehát a tankolásnál ugye lekapcsoltam, és elfelejtettem föl kapcsolni. És baszki, hogy mennyire hülye vagyok, tehát ilyen 20 percet biztos így jöttem a pályán, és ezen nagy hogy, <gül> <gül> hogy mi érzékelt, hogy szemből villogtak. Hát a basz meg autópálya, tehát, hogy tod van egy élválasztók, nem is látja, hogy villog. És akkor így közben... Megfigyelnek, megfigyelnek. Fifika. 20, 20 perc után így, így kisosoltam, hogy te lehet ám, hogy így a... Én nem, még most se tudom, tehát arra nem volt időm, hogy ennek utána nézzek, de hogy ez ugye ilyen közösség, és lehet, hogy valaki látta a kocsit rábükött, nem még a fényszórom, vagy nem tudom, és akkor így megkaptam ezt a, az üzenetet. Ha ez így volt egyébként, hogy ezt egy, egy humanoid küldte nekem konkrétan az alkalmazáson keresztül, akkor uh, innen is köszönöm neki. Ha meg, ha meg nem így volt, hanem csak így, mit tudom, egy két óránként dob egy ilyen random üzenetet, hogy ellenőrizd a keréknyomást, kapcsolatban a fényszórót, nem tudom. Vegyél levegőt. Igen, vegyél <haz> levegőt. Akkor meg uh, uh, nem tudom, így a, a random istennő kegyeibe fogadott. Uh, ha, 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 meg nem tudom, mi lehet a következő verzió, viszont a rendőri ellenőrzéseket azokat atompontosan mutatta. Tehát így közúti ellenőrzés várható, ott 400 méter, és 400 méter után ott állt a rendőr. Mondom, hogy két eshetőség van. Vagy tényleg tudja, hogy mi van? Vagy ő küldi ki a rendőröket, tudod? Álljatok ki, ide, mert itt most bemondom, és kiállnak a rendőrök az útszérén. Nem, ezt az utazók jelentik. De. Nyilván, nyilván, de, de barom, és mit tudom én, volt két ilyen közúti esemény, hogy hogy veszteglőautó, vagy, vagy akármi, és akkor ezeket így abszolút tök. Tehát én most hihetetlen módon meg vagyok vele elégedve, és azt hiszem, hogy a román szakaszon valami 35 meg átemésztett még azt sem mondhatom, hogy egy ilyen ilyen a, a, az, internet, az internetes Jó. forgalmat, úgyhogy én hihetetlen módon örültem neki. Na de veled mi történt, Krisztián? Velem mi történt, kérlek szépen? Kivételesen történtek velem dolgok. Még novemberben, miután visszajöttünk Indiából, kitaláltuk, hogy kicsit nekifekszünk a következő évben ennek a menjünk-e hétvégén és pihenjünk dolognak. Úgyhogy még izibe novemberbe vettünk egy ilyen kuponos valamit, ami így vészesen elkezdett közeledni a februári lejárta, úgyhogy gyorsan el kellett használnunk. Úgyhogy elmentünk a vadregényes Visegrádra, egy wellness szállodába. Ó, de szép. Jó, ja, jó, ja, jó, ja, jó. Ja. Péntek délután, ilyen fél munkanapot tartottam, péntek délután fölkerekedtünk, lementünk, hát aztán vasárnap reggel tízkor ki kellett csekkolni, úgyhogy ez a, ez a vendéglátós három nap, ami gyakorlatilag egy, de... Igen, mert ugye egyszer odaérsz, Vasárnap reggel 10 meg ki, hát na. Azért ezt sose értettem, hát egy délután kettő. Érted? Nem. Hát de, vagy legalább déli, vagy valami, vagy ez a délelőtt 10, ez az ilyen. És nem is értem, mert egyébként meg a, a becsekkolás meg öt órakor lehetséges, hogy így 10 és 17 óra között mit csinálnak, azt nem tudom. De hát, De hát ez van. Úgyhogy nagyon nem pihentük ki magunkat, mert gyakorlatilag így átváltani a munkaüzemmódból, az ilyen csettintésre nem annyira sikerült, de hogy volt szauna, mindenféle szauna, meg gőzfürdő, meg hidegmedence, meg melegmedence, meg ilyesmi, úgyhogy azt is szombaton azért egy, egy kicsit tudtunk lazítani, meg izzadni a, a kamrákba, úgyhogy jónak jó volt, de nagyon-nagyon de rövidke volt. És közben leesett a hó, természetesen. Megkora, és mekkora hó volt? Hát kint Visegrádban, vagy Visegrádon, vagy Visegrád ott. hogyan kell ezt most mondani. Ö, nem volt veszélyes, tehát egy pár centi hó esett össze így, így városban én nem nagyon szeretem a havat, mert csak a macera van vele viszont úgy az úton hazafelé, amikor így minden, még amúgy is itt télen elmegy, mint hogyha így lehúznák a szaturációt a, a világon, így minden Igen, elmegy Igen. ilyen és így viszont a, a, a sötét lekopaszodott faágok plusz rajtuk a, a, a hó, az, az úgy elég klasszul nézett ki. De nem volt őrült nagy hó. Ami még nagyon jól nézett ki, viszont ez hétfőn volt a a hétfőn vagy kedden volt, ezt most nem is emlékszem pontosan, de hogy a hét elején, amikor még friss hó volt, az nálunk az udvar munkában, és fú, az nagyon-nagyon kis asztalok kint, és így mindent belepít, de így nagyon vékonyan belepet mindent a hó, és ugye az udvar az ilyen mindenféle installációkkal is tele van, és van kint egy ilyen nagy szemüveg, egy ilyen foncsorozott szemüveg, akkora, mint egy ember, és azon meg így visszatükröződött a, 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 az udvar a hóval, és így Mondom, én nem kimondottan kedvelem a, a, a havat, de ott azért akkor megálltam egy ilyen percre, és így azt mondtam, hogy hú, hát ez azért tagadhatatlanul viszonyat szép. Hát igen, mert olyankor a, a formákra szűkül le a világ. Tehát elvesznek a színek, érted, csak a Jajon. a fehér, és a, tehát a szürke árnya, a, ugye a szürke árnyalatai maradnak, és akkor a, csak a formákra koncentrálsz. Hát szép, az biztos, tehát uh, most itt uh, nem is tudom, a bejáratnál ahogy ellapátolták a havat, jobbról balról ilyen 80 is magas ilyen hókupacok vannak, és a, a nyilván akik itt élnek, azok, szok, az, azok mondták, na jön a jégverem effektus, mondom, az meg mi a túró, és akkor hogy ha így meghavazza rendesen a a tájat a a öregember akkor uh, annyira uh, lehűl minden, ugye ez a a csíkszered egy ilyen medencébe van benne, Aha. hogy utána még márciusban is ott vannak ezek a büdös nagy hókupacok. Tehát már a vékonyabbja elolvat, meg eltűnt, de még márciusban vannak ilyen, ilyen buckák szerte szét a, a városba, meg, meg mindenhol, ahol ilyen magasabbra pakoltak, és ö, hogy ilyenkor beáll ez a tartós hideg. Tehát hiába süt ki utána a nap, nyilván nem tud semmit fölmelegíteni, minden full ö, be van havazva, és hó, majd az utak fölszáradnak. Igen, igen, és akkor így ezt úgy hívják, hogy jégverem effektus, és akkor így lehűl a levegő ilyen mínusz 10 fok, vagy az alá, akár 20 fokra is. Épp nézegettem a, a, tavalyi képeket, tavaly is valahogy így január közepén jöttem ki, és mínusz 28 volt reggel nap. Tehát kelt föl a nap, szikrázott yes, a so, mínusz 28. 28 volt, ezt piszkosul megjegyeztem akkor magamnak, és fú, tehát még egyébként gyönyörű a táj, tehát ez a akármi, és most van ilyen értekezős időszak, és hát fönn a hegyen uh, uh, szoktuk ezt tartani, és este föl akartam menni, és úgy elkapartam a négy hajtású Volkswagen T5-ös mikróval, hogy így néztem, mondom, úristen, fő, előttem a kollégák egy ilyen terepjáróval mentek e mondom, fő kéne őket hívni, hogy itt ragadtam. És tudod, így előveszem a telefont, és két a telefon, és nézem, hogy a, a, két szolgáltató közül mind a kettő kuka. <laughs> Tehát, hogy ott telefonálni nem lehet. No, ez nagyon vidám. Érted? Itt, itt, leszek a medvék martaléka. Nagyon para volt, érted? A... És akkor nagy nehezen, hát már egy kicsit kuplunk is lett az autó, de nagy nehezen hátrafelek visszabírtam menni a, a betonútra, és akkor na, hívtam őket, hogy hát, szori, de ma este nem fogunk együtt ö, ö, sörözni, borozni vagy kártyázni, mert én tűzök vissza a céghez. Óvatosan hát képtelen... kalandozzál már Fifika ott a hómezőköt. képtelen vagyok, képtelen vagyok bemenni. És ráadásul ez, ez, az a faj, tehát mit tudom én, tőlünk 200 kilométerre délre már eső esett. És itt meg ilyen iszor, tehát én még ekkora pejhekben nem láttam hóesést, érted? Ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen hópihék zuhogtak le, és az ilyen vizes, összeáll ilyen jeges latyakosra az alja, csúszik mint az állat. Uh. Nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy ilyenkor fú, ez, tényleg ide születni kell, hogy, hogy má, már most egy, mit tudom én, magyarországi ember ezektől a havaktól fúrája -e el szokva ért Nagyon Hát, hát mint nálunk már március idusán, mikor át kellett tűni egyik kocsiból a másikba. Csak itt nem küldenek SMS-t. Tehát itt old meg azt, hello. Ennyi. Ez egy átlagos ked, ennyi. Ez egy, ez egy átlagos, ez egy átlagos ked, tehát semmi gond nincsen vele. Hmm. Uh, ja, és ezen kívül, hogy velem mi történt, de majd közbeszólsz, még valami neked eszedbe jut. Lesz még, lesz még, igen. Akkor mondjad. De ha jó, akkor pattogtassuk. egyel több elektromos cigarettázó honfitársunk van, képzeld el. Ilyen, ilyen, ilyen. A, van nekem egy megszokott kedvenc fedél nélkül árus nénim, akivel még kumba árulta a fedél nélkül, és mindig összefutottunk, amikor mentem péntekenként hegedű órára, és így elkezdte a bidig egy kicsivel korábban menni, és akkor beszélgettünk, mi újság, stb. ilyesmi. És ő dohányzott, és magának sodorta a cigarettát, és nagyon nem erőltettem, de hát azért, amikor így kérdezte, akkor így mondtam, hogy mi ez az Elcigi, meg szerintem bőven több, mint egy év, most így hirtelen nem is emlékszem, hogy mióta szoktunk találkozgatni, de bőven több, mint egy évbe tellett, mire, mire most megérett benne az elhatározás, hogy akkor ő kipróbálna ezt az elektromos a dolgot, és hát nyilván nem azért árul fedél nélkül, mert dúskál a pénzben. Úgyhogy eszembe jutott nekem, és így kérdezgetett, hogy milyen készüléket vegyen, meg írt, hogy ilyen egót látott, meg olyasmit, és eszembe jutott nekem, hogy ugye amikor tavaly előtt voltunk Bécsben, a Bécsi ECG expo akkor, akkor ott kaptunk ilyen ajándék szettet ami azóta is ott volt az asztalomon, mert hát mit kezdek én egy 650-es egóval. És eszembe jutott, és mondtam neki, hogy akkor ne kapkodja ezt el, hogy most így elcigire költ meg ilyesmi, mert itt van, nekem úgyse használom arra, hogy kipróbálja, és így belője a nikotint, meg, meg, ízeket, meg ilyesmit, meg hogy úgy a koncepcióval ismerkedjen egyáltalán, arra szerintem tökéletes. És aztán jó, meg is egyeztünk, hogy ó, akkor ez nagyon jó. Találkoztunk, elmagyaráztam neki gyorsan, meg volt a kis gyors talpaló, és beletöltötte a kis málnás levesét egészen véletlenül Málnás wow. kezdett, 11-es Málnással, és, és azt mondta, hogy teljesen jó neki. Persze nyilván azért így, nézte a Pelzóból kificenő gőzmennyiséget, de mondtam neki, hogy hát nem, a, nem, a, méret a lényeg itt, úgyhogy ismerkedjen vele. És ez most volt, szem pont nem tudom, annyira összefolynak a napok a fejemben, hogy az valami hihetetlen, de most volt néhány napja, úgyhogy azóta még nem kaptam visszajelzést, de ott a, a helyszínen nagyon-nagyon tetszett neki. Úgyhogy egyel több elektromos cigarettázó van, és remélem marad is az országban. Hát innen is uh, gratulálunk neki, és támogatjuk uh, az ő uh, kezdeményezését. Illetve majd azért néha így számolj már be, hogy sikerült-e neki, kitart-e még. Ja, abszolút. És fogom az eseményeket, úgyhogy persze, meg már beszélgettünk így. Utána olvasgatott egyébként a dolgoknak, mert már így pedzegette a, a, az otthonkevergetést, meg ilyesmiket, úgyhogy simán lehet, hogy egy advanced felhasználó válik belőle. Ah, reméljük. És veled még mi történt, Fifika, mert úgy se hogy azért nem ennyi ah, volt. Igen. Hét. De most nyilván ez volt, ami engem így letaglózott a munkán kívül. Hát munkában meg már nagyon régóta szerettünk volna egyfajta nem is tudom, hogy mondjuk egyfajta art, egységes arculatot. És e, ugye mindig az ment, hogy, hogy éppen a, az aktuális törvényeknek, éppen a nem tudom mi, minek e, kell megfelelned, a címkét, a dobozt, a, a föliratokat, a biztonsági adatlapot, a, nem tudom, tehát millió e, dolog van, hogy a, a törvényességi, részének megfele, és most el oda, hogy na most akkor, akkor hagyjuk ezt a mórickázást, nyilvánvalóan nekem nem ez a, a, szakmám, csináltunk egyfajta dizájnt, ami eddig jó volt, de hogyha ugye a piacon növekedni szeretnél, meg, meg meg egy, egy marketing stratégiát követni, akkor előbb-utóbb szakemberhez kell fordulni. Tehát ez így ja. marha nehezen megkerülhető ez a, ez a, a sztori. És uh, találtunk egy nagyon jó szakembert, és pont ma reggel ültünk levele, és rettentő sok érdekes, meg, meg, jó dolgot mondott. Miközben egyébként nézegettük a piacon jelenlévő termékeknek a, a, megjelenését, és, és hát én most hihetetlen módon bízom benne, hogy, hogy szép lassan, nyilván ahogy futnak ki a termékek, és majd kezdődnek az új dolgok, de egy szép, lassan, egyfajta ilyen egységes és jól átgondolt, és, és mindenféle módon megtámogatott dologgal fogunk előállni. Lehet, hogy ezek nem lesznek egyébként nagy változások, de, de hogy mindenféle ilyen marketing stratégiát tudunk mögé pakolni, és akkor úgy, úgy tovább haladni. És akkor ugye ennek jegyében azt már biztos beszéltük, hogy majd egyszer kinyitjuk a webshopot is, de hogy én most értem abba a fázisba, hogy a, a, a nem nikotinos likvid kollekciót kezdem összeállítani. Ugye Miután már kvázi Magyarországon is felszabadították a nem nikotinos likvidet a, az egyébként hihetetlen szigorú szabályok alól, nyilván nem erre vártunk, mert ha nem, akkor is megcsináljuk, csak tényleg én a hihetetlen mennyiségű munkám mellett most jutottam el oda, hogy, hogy elkezdjem összerakni azokat a gondolatokat, meg azokat a, az ötleteket, amik ízben, így a fejedben, vagy papíron leírtad, vagy már keverté hasonlót, és, és egyéb, és miután nekünk ez, a, ez az édes, krémes, kicsit süteményesre hajazó Aha. ízvilág, ez abszolút kimaradt a, a nikotinos likvid kínálatból, így azt gondoltam, hogy az első tíz új íz az legyen valamilyen uh, erre, erre hajazó, és akkor uh, ezeknek lett most már a végleges uh, keverése megcsinálva sajnos ez még mindig a, a Móriczka vagy hát az én csak így hívom magamban tehát amikor én tervezek az a Móriczka design. tehát hogy ezzel a Móriczka dizájnnal fog ö, megjelenni valamikor jövő héten vagy a, az utána való héten nyitjuk a shopot és akkor ö, már ezek lesznek és akkor így poénnak gondoltam hogy kérdez meg hogy és most éppen mit szívsz és most éppen mit szívsz Á, ah, nagyon jó. Kélek szépen, winterplum. Winterplám, ez neked valami mentolos szilva? Igen. Ez egy, hát igen, téli szilva, egy szilva, Vagy egy csipetnyi fahé, és egy még csipetebb mentol. Tehát, hogy úgy éppen, hogy érezd ezt a hűvösséget a szádban, de de még... Tehát az első luknál még el se tudod dönteni, hogy ez most mentol vagy csak hűvös. És uh, egy ilyen, ilyen uh, kicsit füstös szilva, uh, egy kis uh, fahéja. Volt már ilyen likvidünk, még uh, nem is tudom, Steam Garden koromban, én most már csak így a korszakokat uh, nézem a hátam mögött, hogy még annak idején volt ilyen likvidünk, és ezt szerették is. És akkor így gondoltam, hogy jó, hát akkor legyen egy ilyen, ilyen uh, havas szilva, vagy téli szilva. És akkor ez lett a... a mondjuk az, az hülyén hangzik az, hogy snow, snow plum. Tehát akkor legyen winter. Winter plum. És uh, kíváncsi, hogy a többi ízre is? Na, nem, azt már hát lesz egy banánosunk, ugye azt, <laughs> azt már tudod, ez a banana shake. Uh, lesz egy ja, perimil, múltkor, igen, 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 ami, ami ilyen uh, kékbogyós, uh, teljes ízvilág. Lesz egy Sherry, ami egy ilyen, uh, hát én Captain Sherry-nek hívom, de ez egy ilyen, ilyen majdnem süteményes ö, ö, cseresznye. Egy pici füstös beütéssel, tehát hogy, hogy azért tudod, a sherry az, az nem tudom, nekem legalábbis mindig a a, a, a dohány sherry jut az eszembe Aha. róla, és ezért aztán van benne egy picit ilyen. Akkor lesz egy vanilladonát, ami ugye egy vaníliás fánk, lesz egy kokafi, ami, ami kókuszkávé, tehát eddig, ami volt a, 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 ugye régen a kavakó, most a dark coco, az inkább kapucsinó ez meg egy ilyen ütős ö, fekete kávé kókusszal némi, né, némi teljes felhangol de nagyon ö, ö, más az ízvilága, tehát egy egy sokkal karakteresebb kávés ízvilág. Uh -huh. Lesz egy épült ami én rengeteg almát kóstoltam. És nem igazán tetszettek a, az almák, nem is volt sose, még, még aroma szinten se alma kínálatunk. mondod, én sem nagyon találkoztam almával. Most viszont találtam egy, egy olyan zöld almát, ami, ami nem műanyag, nem egy ilyen, ilyen uh, harsányan az alma valamelyik jegyét túlzóan kimut. Tehát ez egy ilyen nagyon harmonikus uh, alma, és, uh, és ehhez egy pici citrusos uh, édes traktam szerintem ez is uh, finom lesz. Lesz egy kivimancsáró, ami egy ilyen kivis uh, uh, krémes uh, történet. Kivi mangyáró. Kivi Ezt én találtam ki, mert kurva büszke vagyok, mert szerintem nagyon jó. Így a, az, az, akkor lesz egy sörbet mix, ami egy ilyen szódás gyümölcs konkrétan. Aha. jeges, jeges szódás. Uh, ez, ez, ez sörbet, tehát a sörbet az ilyen, ilyen jeges gyümölcs mm. mix, és hát azt, azt próbáljuk valahogy likvidbe visszaadni. Úgyhogy ennyi a, a, a történet. A történet kevés azért. Tíz íz így indulásra, aztán majd így szépen kezdjük, nem minden áron akarok én ennyi fajtát, és akkor ezek ilyen 50 millis gorilla palackokba lesznek, ami egyébként 60 millis, és akkor így már értelmet nyer majd a, a Nikohus, Nikomax uh, Shake and Booster <laughs> kiegészítő, úgyhogy, na szóval tényleg csak azért mondtam el, mert egy kurva keveset ingyen reklámozok a, ebbe a műsorba, kettő meg, hogy, hogy most tényleg ezen dolgozunk, meg ezt foglalkoztat, és, és hogy ez, 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 ez egy hosszú út, tehát ez nem úgy van, hogy leűsz bakker, összeöntögeted, azt jó van, hanem, hogy ez a tíz íz, ez mit tudom én, egy évnek érted a, a termése, amikor így próbálgatod össze az aromákat, meg kevergetsz, meg, meg fel a lefolyóba megkóstolod, na ebből már lesz valami, de még kéne hozzá. Ez az amaz, úgyhogy na, nem, nem annyira egyszerű, mint amennyire emberek gondolják ezt a részét. Hát ne felejtsük el, hogy nem, nem magamnak keverek, tehát ez, ez még, amikor kész van, most akkor négy-öt négy olyan ember fogja négy-öt tök különböző készülékbe szívni, akinek én a véleményére adok. És akkor ők is rábúlogatnak, akkor <kül> esetleg még ők javasolnak valamit, akkor az a módosítás átmegy, megint megbeszéljük. Tehát ez így jövő hétvégén előbb biztos, hogy nem áll össze a, a teljes... Készület. Na jó, de hát ez el lehet molyolni rendesen, igen. Ú, nagyon, nagyon, nagyon. Tehát én én azt szeretném, hogy egyszer jussak abba az állapotba, hogy semmi mással ne kelljen foglalkoznom. Na de hát ez mellett még rengeteg, uh, rengeteg dolog van. Uh, most jöttem rá, hogy uh, hogy nincsenek backup uh, készülékeink. Tehát érted, hogy, uh, hogy gyártasz, és... Mi lesz, hogyha valami tönkre megy? Uh -huh. Tehát, hogy nincs egy, egy, mit tudom én, még egy töltőgéped, nincs még egy ö, nagy teljesítményű keverőgéped, jó, hogy nincs jó, hogy még bejutok, egy, a, akkor megáll nem tudom az én, én fóliázó, fóliázó géped, érted? És most már, most már így kezdek így rettegni néha, hogy Bakker, most minden megy, és mi van, valami megáll, érted? Úristen, tehát most ezen, ezen megy a, a... Ebbe feszültem bele, hogy legalább a legfontosabb a, a, gépeinknek legyen egy, egy, egy háttér. Ezt úgy hívtuk annak idején a laborba, hogy minden műszernek van egy háttérműszere. Tehát, hogy ugyanazokat a paramétereket valahol máshol is lebírd mérni. Aha. Tehát ne, ne egy készülékre Támaszkodjál, és akkor most ezen dolgozok, hogy hogyan lehetne a legfájdalommentesebben úgynevezett backup készülékekkel még fölszerelkezni. Na úgyhogy van, van min uh, dolgozni. Izgalmas. Neked esetleg jutott még eszedbe valami? Nem, más nem jutott már eszembe. Akkor szerintem Nézzük, hogy te mit tettél be a sónócunkba. Én mit tettem be tavaly nyáron. Láttam. Te mit tettél be tavaly nyáron, ezt nem tavaly nyáron tetted be. Én az egységes európai jövedéki tervről fogok nektek mesélni most, Ippeg. jó lesz. Ugye itt lebegett Damoklész kardjaként fölöttünk, hogy az EU akkor elkezdett kacsingatni abba az irányba, hogy egy EU-szintű e-cigaretta jövedéki direktívával rukkoljon elő, és erről szólt néhány hónappal ezelőtt lezárult az a, a véleménygyűjtési szakasz, vagy kommentáros szakasz, ahol mindenki kifejthette a véleményét a, 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 ezzel kapcsolatos EU honlapon hogy ő hogyan gondolja, hogy hogyan képzelje el az ideális elektromos cigaretta és heat nut és hasonló termékeknek a jövedéki adóztatását. És az lett a végeredménye, képzelde, én ezen személy szerint nagyon-nagyon meglepődtem, hogy úgy döntött az Európai Bizottság, hogy egyelőre nem fog egységes EU jövedéki adóztatási tervezetet készíteni, nevezetesen azért, mert hogy annyi féle vélemény érkezett, és annyira szerte ágazó az, az egész holmi, hogy gyakorlatilag nem tudják megfogni, hogy akkor most hogyan lehetne ezt jól megközelíteni. És az érdekesség még az, hogy mindenféle ilyen egészségvédelmi okokra is hivatkoztak, de meglepő módon az én olvasatomba a jó irányból. És Nehéz a sorok között olvasni, mert sok információ nincsen, de hogy gyakorlatilag kb. mintha azt mondanák, hogy annyira mozgásban van az egész piac, és annyira nem lehet a jövőbe látni, meg a rengeteg folyamatban lévő hosszabb távú felmérések, stb. stb., hogy nem szeretnék megkockáztatni azt, hogy elbasszák, és ne agyj Isten mondjuk túladóztassák, amikor még az is benne van a pakliban, igen vastagon, hogy lehet, hogy ez egy támogatandó, nagyon-nagyon tökös, jó kis eszköz. És én ezen rendkívüli módon meglepődtem. Azon persze nincs mit meglepődni, hogy nálunk ilyenekkel nem foglalkoznak. Hogy benne van esetleg a pakliba, hogy elbasszák. Gyorsan lökjük fel, lökjük fel, és aztán majd lesz, ami lesz. De én az eu ez pláne egy TPD után, meg a TPD körüli őrültkedések után, meg ami ott a háromoldali egyeztetések végén kipottyant a dologból, egészen megdöbbentem ezen az eredményen. Azt meg kell mondjam, hogy ez nekem is új, mert hogy én letettem volna a nagy esküt, hogy előbb-utóbb Sőt, hát erről beszéltünk is, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy az európai szinten is jövedéki szabályozás alá fog kerülni. És ugye már akkor beszéltünk róla, hogy a, a jövedéki szabályozás az egy minimumon van, amit mindenkinek teljesíteni kell, és ettől nyilván fölfele bárki eltérhet, de, de ezt számomra is meglepő, hogy ennyire jól álltak hozzá. Mondjuk azzal szemben, ahogy, ahogy az egész tpd évekkel ezelőtt elkezdték fölépíteni. Tényleg meglepő. Az itthoni egészségügyi megmondó emberekről meg tényleg nincsen, nincsen mit, mit mondani. Épp a múltkor akadt megint kezembe a vélemény a villanypáráról. <laughs> Hú, édes Istenem. Te és, és tehát az, az elképesztő, hogy mennyire föl tudod magad baszni, érted egy, egy, egy ilyenen. Tehát, hogy, hogy, olyanokkal vádol meg minket egy, amit egyébként ők szoktak csinálni, tehát ez egy nagy, nagy divat egyébként, hogy a, a meg, me megvádolod a másikat azzal, amit te csinálsz. Tehát ez, ez ilyen, nem is tudom. Azt hiszem, a legszebb bolsevik ö, időket idézi. <hállítható> ö, egyrészt, másrészt, meg ö, meg ö, azért ö, ö, nem is tudom pellengére állítani minket, mert, mert ő besorolt a dohányipar. Ö, nem tudom, én polcába, és utána meg, meg azon ö, csodálkozik, hogy a dohányipari ö, résztvevőkkel, kell, hogy egyékénnyel áruljunk. Hát apám, tehát komolyan mondom, ez, ez nem is tudom. Tehát ez a legnagyobb fokú cinizmus és aljasság egyébként. Na úgyhogy, hú, tehát Isten mentsen meg minket a. a jövedéki szakértéstől, de sajnos már nem fog minket nem megmenteni. Tehát Igen, azért gondolkoztam. Bízunk, a, bízunk a szavazófülkék igazságában. Ámen. Ámen. Igen. Igen. én azért gondolkoztam, így eljátszottam a gondolattal, hogy, hogy annál rosszabb jövedéki adó adóztatást, vagy jövedéki rendszert az e kapcsán, mint ami nálunk van, nehéz elképzelni. Úgyhogy, ha mondjuk egy egységes EU kijönne, egy egységes EU tervezet kijönne, az, az csak jobb lehetne, mint ami nálunk van. Nem, De nem, hogy a, nem a, a az a baj, hogy sem A minimum miatt... a Semmiben nem, nem befolyásolná minimum. őket. Igen. Tehát, amint mond, mondtam, ez egy minimum a, a szabályozás és ettől csak ettől fölfelé bárki eltérhet. És akkor ennyi, hogy rezignáltam megjegyeznék ezt a kis ordas igazságot, hogy de hát fölfelé el lehet térni, bocs. Hú. De 2019-ben felül fogják vizsgálni. És... Hát mondjuk az azért bakker, az egy év. Nem tudom, hogy, hogy 2019 mikor, de ugye az egy év. És én azt gondolom egyébként, és itt, itt van a, a HMB termékeknek ez a fajta ö, kvázi hatása az elektromos cigarettára, hogyha a nagyok ki tudják lobbizni maguknak, hogy ugye nincsen rajta az árjegy, nincsen rajta a jövedéki adó, sallala, akkor, akkor lehet, hogy, hogy velünk is meg, megcselekszik ezt a, ezt a jó téteményt. De ezt, ebbe tényleg csak így bízni lehet a piacon. Hát. Akarunk még ehhez hozzá fűzni bármit is? Igazából nem. Ez így minden, amit most erről el tudunk mondani szerintem. Képzeld el így, hogy visszatérjünk az elektromos cigaretta valóságába. Találtam egy készüléket, sőt, mit találtam, járt a kezemben. Egy, nem is egy, két készülék, és mind a két készülék, majd az egyikről teszek be egy ilyen review videót, már nem azért, hogy hogy én én hanem nyilván ezt valaki megtette helyettem, és akkor így, tudod, ez a ez most mindenki figyel, hogy milyen, mint ahogy megteszik hétről hétre kedves támogatóink, hogy támogatják a műsorunkat, most nem tudom, hogy ez jó átkötés volt, vagy nem. Csudálatos! De hogy ez egy ilyen, ilyen spoiler alert lesz egyébként. És hát természetesen nem tudnánk létezni a támogatásuk nélkül, mert hogy a havi kiadásaink azért nem, nem, nem annyira nagyok, de azért jelentékenyek, ami. Saját szerény anyagi eszközeinkhez képest, ha csak a háttérben dolgozó hangmágusunk vágó programjára gondolok, amit az ő támogatásukból fizetünk, illetve hát azokra a technikai eszközökre, amiket az ő támogatásukból tudtunk megvenni. Én nézem ezt a csodálatos mikrofont is például. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. Igen, igen, mint az én headsetemet. Haha! -ha. Nagyon szépen köszönjük, és természetesen Csárlinak is az önzetlen munkáját. Uh. Mint hogy a mi munkánk is önzetlen, tehát legyünk már azért őszintén, legalább magunkhoz, érted? <laughs> uh, mert azért, azért, az, azért ez egy ez egy mini cirkusz egyébként, tehát ez egy ilyen kulisszatitkokat árulunk, ez egy mini cirkusz minden héten összeegyeztetni időpontokat, ki stb. stb. És ugye a Csálinak is kell ahhoz idő, hogy a töltött anyagot utána meg tudja technikailag föl tudja javítani, össze tudja szerkeszteni. És most már azt kell, hogy mondjuk nem, hogy, hogy, ilyen munkamegosztásos módszer van nálunk. Én megírom a bejegyzést, Krisztián megcsinálja a, az MP3-ból a YouTube föltöltést, mindenkinek megvan itt még utána a, a munkája műsor után Talán is. most utoljára, mert hogy nagyon kitaláltam, hogy hogyan fogom ezt automatizálni. A hétvégén megszültem ezt is a nagy a lustaság félegészség, a kosz melegít. Tehát ezt így most ilyen örök igazságként el kell, hogy mondjam. Na, szóval visszatérve a, a mit, mit, láttam, mit tapogattam, mit próbáltam ki. Mintha ha a tavalyi év közepétől így, és, és ezt én valahol meg kell, hogy mondjam őszintén, én a, a, de lehet, hogy nincs igazam, a P-ből megjelenéséhez kötöm. Emlékszel rá, hogy a, a, a hát ezt most mi meg az kell Isten az a Na, ez az. Meg kell, hogy nézzem, hogy kinek a terméke, mert hogy ez az. Hát a, 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 le, 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 le. ugye annak idején a, a nagy, nagy multinacionális a, a cégek azok először az a a Pibl az ugye kavics. Ja, hogy jelentés. pebble. Pebble. Oké, okay, akkor ezt, ezt már megszoktad, volna, hogy én írül beszélek. Nem sejtésem, hogy valami mire <laughs> fogunk kilukadni a kívül okay, kapcsán. Oké, okay. <laughs> <Okay. gül> de ez olyan, mint egy egér. Ez, ez kavics jelentéssel bír, és hogy ugye ez a, a, a Vibe gyártójához köthető. És uh, ugye a Vibe, meg egyébként, ha jól tudom, a, a British American tabakóhoz uh, köthet össze. És ugye uh, a Vibe, a klasszikus Vibe, az például Romániában egy ilyen, ilyen igazán szépen lát, látványosan uh, bukott meg. És uh, szerintem azt gondolták a, a designerek hogy most akkor csináljunk egy ilyen fiatalos, történetet. Ez Dortmundban egyébként járt a kezemben. Hát egy ilyen, ilyen egy jobb starter kitnek a teljesítményét ö, ö, tudja. Természetesen ragaszkodtak a, a nem, nem utántölthető ö, koncepcióhoz. És viszont, ha, ha megnézed, az egy ilyen abszolút zsebbarát jó pofa, tényleg egy ilyen fiatalos, több színbe megjelenni tudó design, és már azért látszik rajta, hogy, hogy ez ahhoz képest olyan kicsit high érzést kelt benned, és olyan szívesen fogod meg, megteszed zsebre. És akkor így ezt a szegmest egy picit jobban figyelni, és hát a, a hét végén ugye az ilyen pént, péntek szombat tájéken a kezembe került két készülék, ami, ami egyszerűen elképesztő. Tehát az egyik, az alig nagyobb, arról sajnos csak képeket tudok ö, föltenni, de az alig nagyobb, mint egy gyufás doboz. Hm. Szögletes, gyönyörűen lekerekített ö, élekkel, nagyon prémium ilyen picit ilyen bársonyos tapintású fém házban van, olyan talán 3 mm a maximális vastagságá, és, és ez egy 2 ml likvidet tartalmazó e-cigaretta. Nyilván egy 180 ml-is aksifér egy ekkora cuccba, és kipróbáltam, és, és abszolút élhető gőze van, hát Persze nem egy DL kazán, tehát inkább ez az ego szintű sztori. Egy egy ilyen toló mikrokapcsoló van az oldalán, kigyullad egy kék, vagy sárga, vagy piros led, attól függően, hogy mekkora töltöttsége van a készüléknek, és szívásra működik, tehát nem, nem kell gombot nyomogatni, ez egy vákumkapcsolós történet, és úgy, úgy elgondolkoztam, hogy bakker, most látok a kezembe egy olyan készüléket, ami, ami ezt a high-tech luxus benyomást kelti. Jó, nyilván, ha beleszívsz, akkor a, a, Pelzóthoz, vagy a Dvarvothoz képest egy vicc. De hogy bakker, ez, ez mekkora már így, hogy Hova jutottunk így az ECG szintjén, és amikor. Tehát ez az, amikor abszolút a dizájnnak alárendelhetővé válik már a, a, a technológia, és én, és én rájöttem, hogy én ezt imádom, ezt a fajta a történetet. A másik készülék pedig szerintem a világ legkisebb ECG, amit eddig láttam. A, ja, ezt a, ezt, a, készüléket ezt úgy hívják, hogy lebetűzöm, mert, mert én azt nem tudom, hogy hogy kell kiejteni. Tehát j -L, -E l a, a gyártó. G-vel, vagy g vagy... Szerintem ez... Nem, nem tudom, hogyan, hogyan lehet ezt szépen... Uh, Megnézem már. Ejteni vagy mondani? Az első gondolatom az az lett, hogy a Jewel mint ékőre akar lenni egy szójáték, de aztán lehet, hogy g -vel, illetve j -vel. Uh, ennek a cégnek több uh, uh, nagy, nagy teljesítményű e cigarettája van, de annyira annyira gáz a az franciák amúgy. Uh, ugye designban az olaszok inkább, akik, uh, akik uh, híresebbek, a franciák nem 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 annyira híresek a, a design elemeikről, de de ez ez valami szenzációs. Uh, a, tehát igen, la carte, ez a G-vel, vagy ju vagy nem tudom tényleg, nem tudom, hogy kéne ejteni. G-vel la carte, és a gikvép Geekvép oldalán van, tehát a gyártó oldalán nincs fönn a készülék. Uh -huh. És ez egy, most már rájöttem, hogy ez egyfajta kategória lett, ez egy podmod. Pod mod, mi a nyahaja az a podmod? Pod. Mod? pod. Pod, mod. én most már több ilyen, ilyen, nagyon kicsi, nagyon vékony készülékre láttam ezt a meghatározást, hogy pod, mod, és ö, ö, mindjárt beteszem neked ide, a, a, hogy tudjál róla valamit mondani. Ide az, az egyes helyre beillesztés. g-vel. Oké látod megjött igen kattints meg légy szíves Érjel, mert most még nem hiszi el nekem hogy nagykorú vagyok. Mit kattintsak meg. Hát ott ott kéne hogy legyél már itt vagyok az oldalon igen az oldalon. Na, Nézd meg tehát az egy, -egy cigaretta amit ott ott látsz. Ez úgy néz ki mint egy powerbank. Két, két, milli a, a, kapacitása, 80 milli, bocsánat, hazudtam, tehát 80 mm szer, tehát 8 centiszer, 4,6 centiszer, 9 mm. De ezt a 9 mm baromira nem érzett 9-nek, mert egy ilyen lekerekített minden irányból, és tudom, amikor ránézze, inkább csak azt a, azt a 2-3 mm körbefutó részt látod, a kidudorodást nem annyira érzékeled. Hát ez egy nagyon érdekes konstrukció. Érzékeled. Ezt a sarkán kell szívni, Krisztián, ott, ahol van az Mint a... Mint a Az a... Igen. <laughs> ott. De ha rákatintasz ott a, a, technikai részre, ugye akkor látod, hogy ez egy mágneses csatlakozás a kazán és a készülék között, és ott mutatja azt a rést, ahol a vépelés történik konkrétan. Hmm. Tehát nekem ez, ez brutálisan tetszik, és, és a másik az, hogy ez van aranyban. Van egy csomó ö, ismerősöm, ugye nem árulok el vele titkot, hogy ezek általában nők, akik így megbolondulnak az arany cuccokét Arany meg arany laptop, arany Tehát azoknak ebből hihetetlen mennyiséget el tudnék adni. Jó pofa, ez nagyon. Nekem, nekem, rettentő módon tetszik. És ez, ha, ha megnézed ezt a, nem is, -a órazsebnek hívják, ugye? a farmer nadrágokon, akkor ez az óra zsebbe hihetetlen módon egy az egybe beleillik. Marhára passzol oh, oh, oh. bele. A másik ilyen készülék, amivel találkoztam, arról van a YouTube videó, de mindjárt keresek hey, so róla oldalt is, hogy ne kelljen a, a videót böngészni, mert a videóba. Uh, Fel uh, akarom tenni, az nem az. Fel akarom tenni, az uh, tényleg a világ legkisebb uh, ecg -e. És az a neve, hogy hogy uh, FP Mission all in van kit. És csak videókat találok róla, ez hihetetlen. Ha megtaláltam. Tehát ez a cucc járt a kezembe. Jó, gyakorlatilag akkora, mint egy öngyújtó. De tényleg. Tehát egy ilyen, ilyen cizelláltabb fém öngyújtót képzelje. És a, a, fogása is, ez egy fém eszköz. És így kitolod a kazánt az elejéről, és amikor kitolod, akkor kapcsol be, uh -huh. és szívsz <laughs> bele. És tehát én, én lepetéztem a méretétől, mert, mert amikor ugye kezedbe fogod, hát egy ilyen USB kulcs konkrétan. És még tudod, ez a kitoló része is abszolút a, az USB kulcsra hajaz. És hogyha ha megnézed, akkor, akkor a, a, például a videó, amit majd be fogunk rakni, ott is az van, hogy ez pot style. Tehát, mondom, én, én így ezt a, ezt, ezt a pot kategóriát most fedeztem föl, ezt mi úgy hívjuk egymás közt, hogy ez a stilt vagy, vagy vép, amikor ilyen, ilyen, kicsi gőz, kicsi izé, de azért, tudod, ez a templomba járós, meg, meg ha nem, nem akarsz nagy föltűnést kelteni, akkor egy ilyen készülékkel fogsz jönni-menni. Szerintem egyébként magának a kategóriának abszolút van helye a piacon. Nyilvánvaló, mert, mert, ha beütöd ezt a, ezt a, a pod e-cigaretta vagy, vagy vép akkor millió hasonló készüléket fogsz találni. Aha. Szerintem zseniális. Tehát ekkorába meg összerakni, megoldani, és még tud ilyen kitolós is. Tehát az annyira zsebb biztos, hogy ez valami hihetetlen. Tehát ezt, ne, ezt nem, nem bírod bekapcsolni, ha nem akarod. Akárhogy teszed a, a zsebedbe na, abszolút el, 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 vagyok varázsolva, tehát nyilván el lehet varázsolódva az ember egy, egy akármilyen marha jó kazántól, meg nem tudom én, de itt, itt már olyan innovációk vannak, amik sose gondoltam volna, hogy ebbe az irányba el fog indulni a, az elektromos cigarettát, Tehát azt, azt láttuk, hogy a piciből elindultunk a baromi Igen, felé, és egyre nagyobb, és még az akkumulátor is izé, és akkor három akut rakjunk bele, és nem tudom És egyszer csak így mond, én, én a tavaly kezdtem el ezt a fajta törekvést észlelni így magam körül, hogy hú, bakker, most már tényleg így, így lehet abszolút piciket csinálni, és ehhez képest még, még, működnek is. Nem az, hogy hú, mekkora, hanem hogy műk, működik, meg azért van egy élvezhető gőze. És most már tényleg így szárnyalhat a fantázia, meg, meg jöhet a design, meg a, a nem, nem, tudom én mi. Úgyhogy most, most van a tranzisztoros rádió korszak <laughs> ebben a szegmensben. Hát ők jó, mert ezekkel a jó pofa dizájnokkal igazándiból Simán meg tudnak fogni olyan vonakodó dohányosokat is, akik a, a klasszikus igen, formákat igen, nem, igen. nem annyira fogadják el. Tehát én mindenféleképpen látom benne, hogy, hogy lesz a piacon olyan ember, akinek meg ezt tetszik. Mindig azt szoktam fölhozni egyébként, hogyha ilyenekről beszélgetünk, hogy volt egy időszak, amikor csináltunk egy héten egyszer ilyen, ilyen hangoutot, és oda bejöhettek uh -huh. kezdők meg, akik kérdezni akartak, és egyszer megjelent egy fickó, hogy ho hogy a fe, tehát én a mai napig nem értem, hogy, hogy a egyszer csak megjelent egy fickó Los Angeles kertváros és mondja, hogy neki van egy e-cigarettája, és természetesen magyarul beszélt, van egy e-cigarettája, és, és, így beszélgettünk, hogy most kezdette e-cigizni egy nagy bagós, és hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem. És akkor mondta, hogy miért nem lehet ez akkora, hogy így, és tudod, fogta azt a, az öttízes e-cigit a fogak között, hogy, hogy, ezt így meg tudjam tartani a számba, mint az igazit. <laughs> Tehát érted? Neki az volt egy szempont, hogy ez egy olyan könnyű uh, e-cigaretta legyen, hogy úgy tudja, miközben beszél, vagy veszi a levegőt, hogy nem kell kivenni a szájából, mint hogy azt az igazi cigarettával csinálja. És akkor azt mondta, hogy amikor ezt megoldjátok, köcsém, akkor lesznek császárok. <laughs> Úgyhogy ez így mindig benne marad a, a fejem, hogy mennyire másképp közelítünk meg. Tud, mi meg akkor már ültünk az ilyen csőmodjainkkal a, a képernyő előtt, és akkor bakker, hát én sose jutott eszembe, hogy a, 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 nem tudom én, a kuzimodot érted, így tartsam az ajkaim között, mert abszolút alkalmatlan ah, ahhoz gyúrni rá. kell az arcizomra. Ahhoz, igen, ahhoz gyúrni kell az arcizmunkra. Na úgyhogy nekem ez volt a, a, az ilyen meglepetés, meg ezeket szerettem volna megosztani mindenkivel, hogy nézze meg ezeket a, a dizájnokat. Föl fogom tenni a kavicsot is, tehát aki még nem találkozott vele, az, az nézze meg, és még egyszer mondom, Nyilván nem az a lényeg, hogy itt mekkora gőzök vannak, mert itt sem mekkora gőzök nincsenek. Itt inkább a design, meg a benne rejlő játékosság a lényeges, és szerintem abszolút uh, uh, lesz ezeknek a készülékeknek uh, piaca. De a Pebble, vagy a... igen, jól jó mondom? Pebble Pebble, vagy Pebble. 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 Tehát, hogy a Pebble sem... Uh, lett egyébként annyira uh, sikeres. <coughs> nyilvánvaló nehéz, tehát uh, ezen gondolkoztam egy, uh, még, még a Vibe kapcsán, hogy ez Romániában ekkor áthasalt, hogy uh, nyilvánvaló nehéz egy, egy uh, piacra bejönni, érted úgy egy multinak, hogy ő magához akarja kötni a vásárlót, tehát nem más likvidjét töltögesd bele, hanem az én cucomat használ. És uh, egyébként meg ugye kisebb, savanyúbb, <laughs> nem tudom én, kevesebb, mint a, a piacon lévő más eszközök. Na szóval itt nem tudom még, hogy mi lesz egyébként, biztos lesz valami innováció. Ugye a múltkor beszéltünk az egyik cikk kapcsán arról, hogy majd igazi dohány kivonatokkal fogják meggyőzni a vásárlókat. Mi megmondtuk, hogy hát, de nem. A ideig, óráig lehet, de, de ut utána úgy is azt fogja mondani, hogy hát bakker inkább szívokizét, szilvát, vagy cseresznyét, vagy málát, vagy kivit, vagy bármi mást. Mikor van sokkal jobb értem. Na úgyhogy mindenki figyelmé, ajánlom kicsit uh, uh, kutakodjon a podmodok piacán, hát ha megtetszik neki. Valami. És amúgy is mindjárt itt van karácsony. Igen, igen, igen. Hát vagy húsvét, vagy nem tudom, én. lehet a locsolkodó pénzt elkölteni, <laughs> vagy, vagy bármilyen vidám munkát uh, csinálni. Én most épp a, a Dwarf uh, DL-t uh, tesztelgetem, így. Szilva <sílva> ügyileg. Én ezt már annyiszor mondtam, ebből a, a Dwarf dl úgy csinálnék egy MTL kozát. <síl> <síl> Be fogom szűkíteni, Isten bizony. Egyébként meg nagyon jó. Nos, hát nem tudom, Krisztián, neked van-e még bármi? Nekem nincsen más témám, kérlek szépen. Nincsen más témánk. A mai adást egy picit szűkebbre szabtuk. Elég későre jár már az idő. Nehezen tudtunk összejönni. Ennyi lett volna mára a tudomány, technika és jog útvesztőjének újdonságaiból, és hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, egy élmény volt, sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!